vagyunk egyébként Erdélyben, és egy igazi unortodox politikai ötletről lesz szó. Határon túli pártot jegyeztetnének be Magyarországon egyes RMDSZ-es politikusok. Ez most egyelőre egyáltalán nem hivatalos, és nem tudom, hogy egy ilyen párt hogy tudna a választásokon indulni. Ez még csak egy ötlet. Nyilvánvalóan bosszúságuknak adtak hangot afölött, hogy magyar politikusok, vezető magyar politikusok az RMDSZ riválisai mellett kampányoltak a helyhatósági választások előtt. Tóró Tibor, az Erdély Magyar Néppárt elnöke erre így felelt: becsületesebb lenne, ha az RMDSZ felvállalná szégyelt magyarországi politikai kapcsolatait. Berényi József, a Szlovákiai Magyar Koalíció pártjának elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai Népszabadságban olvastam, nyilatkozott erről az ügyről, azt mondta, hogy ennek nincs jelentősége az önök szempontjából, hiszen a szlovákiai törvény nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot gyakorlatilag, és mindazonáltal az önök esetében is fönnáll az a konfliktus, ami ezt a unortodox ötletet sugallhatta egyes RMDSZ-es politikusoknak, és pedig az, hogy egyes pártokat támogat a magyar kormány és a mögött álló politikai erők, másokat meg nem. Most önöket például támogatja, tehát nyilvánvalóan ők ebben ilyen kezdeményezésben már csak ezért se vennének részt. De amiért igazán idehívtuk, az nem ez volt, hanem az, hogy Rév Komáromban az országgyűlés, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága ülést tartott, és ebben volt egy kis baj. Viszont ezzel az ügyel kapcsolatban megjegyezném, hogy oda nem hívták meg a másik pártot, amely magyar részvétellel alakult, a Híd, elsősorban magyar részvétel, Híd Most párton. Tehát ott is fönnáll ez a konfliktus. Viszont minthogyha önök azon dolgoznának, hogy ezt meghaladják, ezt a konfliktust, ezt jól értem? Most egyszerre három témát is felvetek. De van összefüggés. Nem akartam abban nehéz helyzetbe hozni, hogy kommentálnia kelljen arra. De ha kívánja, akkor kommentál ezt az Erdély javaslatot. De egyáltalán nem nehéz feladat, hiszen sajnos mi csak messzire figyelhetjük az jelenlegű választási készülődéseket, mivel a szlovákiai magyarok nem lehetnek magyarországi állampolgárok, mert akkor elveszítik a szlovákot. Ennek megfelelően már több ilyen fölkérés érkezett egyébként hozzánk, hogy hogy akarunk részt venni majd ezekben az ügyekben. Mondtuk, hogy eddig sehogy nem tudunk részt venni, amíg más határon túliak már a desszertnél tartanak, mi még a levest sem ettük meg, mert nem szerezhetjük meg az állampolgárságot. Ami pedig az összetartozás bizottságát illeti, el kell mondani, hogy az Erdélyben, Vajdaságban és Kárpátalján lezajlott találkozókra meghívták az összes magyar etnikai jellegű pártot. Tehát ide is meghívták az egész civil életet, és meghívták a magyar pártot, ami jelen pillanatban a magyar koalíció pártja. A Most Híd esetében az a gond, ugye, hogy vegyes pártként fogalmazza meg önmagát, és így döntött a magyar kormánykoalíció, hogy velük másfajta kommunikációt folytatnak. De nyilván ez zavarja őket. Tehát nyilvánvalóan nem önök nem hívták meg, tehát most hiába kérem ezt öntől. Csak magyarázom, hogy miért nem voltak ott. És ez természetesen ez nem szabad, hogy befolyásolja azt, hogy van egyfajta konzultációs folyamat most a civil élet köztünk és a Most Híd képviselői között. Egy holnap nemzeti, lesz egy találkozó. Igen, holnap lesz egy nemzeti minimumról szóló találkozó következő körre, ahol megpróbálunk egyeztetni platformokat, kialakítani közös platformokat. Egyébként azon a bizonyos Révkomáromi találkozón ön úgy fogalmazott, ha jól emlékszem, hogy reméli, hogy sikerül haladást elérni azokkal az erőkkel, akik Magyarországot ki szeretnék hagyni a dologból. Tehát a szlovákiai ezt úgy értsem, hogy a Híd ki szeretné hagyni Magyarországot, mert a Híd meg úgy érti, hogy Magyarország szeretné őt ki, már a magyar kormány szeretné őt kihagyni. Ez nagyon fontos dolog, a szlovákiai kormányzat, akkor, hogyha Robert Fico vagy a Smer alakítja ezt a kormányt, akkor nem akarja lehetővé tenni azt, hogy intézményes kapcsolat legyen a magyar kormány és a magyar parlament és a határon túli szlovákiai magyar képviselet között. Ez történt annak idején Solyom László látogatása esetén is, amikor nem engedték be őt az országba egy koszorút és letenni a Szent István szoborhoz és egy beszédet elmondani. Most ugyanezt történt gyakorlatilag, hogy a bejelentés körül van a vita, hogy történt a bejelentés vagy nem. Kifogásoltak, igen, a parlament elnöke azt mondta, hogy nem volt bejelentés, a külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy ővelük senki nem közölt semmit. A magyar oldalról azt mondták, hogy a külügyminisztériumot tájékoztatta a nagykövet. Igen. Hát ezt nem tudom megoldani, hogy. Én is csak annyit tudok mondani, hogy a magyar nagykövet azt mondta nekem, hogy igenis Magyarország nagykövete tájékoztatta a külügyminisztériumot egy nappal az események előtt, de mindegy, tehát nem
ez a fontos. A fontos az, hogy ha tájékoztatták volna őket egy hónappal ezelőtt, akkor megtett volna mindent a szlovák kormányzat azért, hogy a találkozó ne jöjjön létre, mint ahogy a Sólyom László látogatása sem jöhetett létre. Azt is kifogásolják, ha mi Budapestre jönk, és a parlamentben vagy a kormányban találkozóink vannak. Most Budapest jött oda, tehát ez se jó. Ezért kell azt mondanom, hogy most ez már a van sapka, nincs sapka történet, tehát ha intézményes kapcsolatot akar a kormány és a parlament, Magyarország kormány és parlamentje határon túli képviselettel, akkor a szlovák politika egy része az fölsikít. Tehát önök meghívottak voltak ott, tehát önök nem felelősek azért, hogy kiki tájékoztatott, de ha önök azt javasolták volna nekik, hogy tájékoztassák a szlovák parlamentet. Állítólag tájékoztatták, de még egyszer mondom, itt a gond máshol van. A gond ott van, hogy Szlovákia kormányzata, ez a politikus réteg, aki hatalmon van, már előző kormányzat alatt is bizonyította most is, hogy nem akarja, hogy legyen intézményes kapcsolat a határon túli magyarok és a magyar állami intézmények között. Ez Erdélyben, Vajdaságban eddig nem szokott gond lenni. Nálunk ez folyamatosan gond. Már előre látható, hogy ha lesz a KMKF vagy a MÁIR ülése, akkor hasonló indulatok lesznek szlovák-magyar kormányzat. Azt mondta Miroslav Lajcsák külügyminiszter, hogy ők egyáltalán nem bánják, ha Szlovákiába mennek a magyar parlamentnek a bizottságai. Azt mondta, hogy Schengenbe vagy Schengeni övezetbe van mindenki, oda mennek, ahol akarnak, csak szeretnék, ha tájékoztatnák őket. Tájékoztatták is, csak az utolsó nap. Hát igen, így történt. Tehát ezek szerint a tájékoztatás megtörtént, és ami nagyon jó volt, hogy nyílt ülés volt, bárki bejöhetett, kimehetett, mindenki hallotta, hogy nagyon... egyszerű dolgokról volt szó, a mi életünkről volt szó, és a lényegről, hogy 110 ezerrel van kevesebb magyar, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát aki ezt komolyan gondolja, hogy segíteni akarnak, nem akadályokat kell gördíteni, hanem segíteni kell az identitás megőrzésében. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm én is.